Szakvizsgát tettek a jövő ápolói, elismerésben részesült Demeter Maja, holnap útlezárás lesz Karcagon, kreatív kuckó. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 25-én 18 óra 5 perckor. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, szakképzőiskola és kollégium gyakorló ápolói adtak számot tudásukról csütörtökön a vizsgabizottság tagjai Sipos Ildikó, Laci Hajnalka, Karcagi Nagy Zoltánné és Egediné Jobbágy Gabriella előtt. A B2-t a szárnyú bal szélén, ugyanúgy a negyedik oldalon. Mint Facsar András igazgatótól megtudtuk, az 5/13 gyakorló ápolók tettek szakmai vizsgát. A lányok egészségügyi szakközépiskolai érettségi utáni egyéves képzésben vettek részt. A mai napon az 5/13 gyakorló ápolóink vizsgáztak, ők tettek szakmai vizsgát. Már több éve megy ugye a képzés, körülbelül 3 éve kezdődött nálunk, és évről évre ezek a lányok egyéves képzésbe, érettségi utáni képzésbe vesznek részt. Előtte egészségügyi szakközépiskolában szereztek érettségit, és ez alapján tudtak egyéves szakmai felkészítő után most gyakorló ápoló vizsgát tenni. A vizsgán 10 fő vizsgázott, akiknek még van lehetősége tovább lépni általános ápolóképzés megszerzésére, és aztán az egészségügyben elhelyezkedni. 10 lányról van szó. Én úgy tudom, hogy ő nekik azért még van lehetőségük tovább lépni általános ápoló képzés megszerzésére. Az, hogy ők nekik van-e lehetőség, én azt gondolom, hogy a mai világban, a mai helyzetben biztosan van nekik lehetőség, hiszen az egészségügyben szükség van a jó gyakorló ápolókra. Ezek a lányok nagyon szép eredménnyel végezték, és általában jellemző, hogy már aki érettségével ideérkezik, az valamilyen céltudattal, céllal érkezik, és ők nagyon szép eredményen szoktak rendre végezni. A néhány éve indított képzéshez az iskolában alakították ki a gyakorlati tantermet, és mint megtudtuk, jelenleg az egyik legfontosabb képzésükké vált az ápolói képzés, mondhatni jelen pillanatban az iskola egyik tartó oszlopa. Jelenleg az egyik legfontosabb képzésünké vált, hiszen amellett, hogy folyamatosan évről évre be tudjuk indítani, emellett a felnőtt oktatásban, felnőtt képzésben is egyre többen jelentkeznek, és azt mondhatom, hogy jelen pillanatban iskolánk egyik tartó oszlopa. A vizsgán a lányok nagyon szép eredménnyel végeztek, és általában jellemző, hogy aki érettségivel jön a képzésre, az valamilyen céllal érkezik, és ezért nagyon szép eredménnyel is végeznek. A ballagási ünnepségen vette át Demeter Maja a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. B-osztályos eredményes tanulmányi és sporttevékenységért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagytiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. Demeter Maja, 4 éven át példás magatartásunk is jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredmények. Matematika és történelem tantárból is több alkalommal képviselt iskolánkat, különféle tanulmányi versenyek megyei döntőiben. Legkülönlegesebb sikereként 2019-ben a Kunsztszövetség SZIO pályázatán országos első helyezést szerzett. 2018-ban a Duatlon Diákolimpia döntőjében csapatával az országos 4. helyen végzett. Sokrétű, több tudományterületet, valamint a sportot is érintő érdeklődése és versenyeredményei mellett iskolánk diák életének alakítása terén példaértékű közösségi munkát végzett. Angol nyelvből középfokú, komplex nyelvvizsgát. Négy éven át példás magatartású és jeles, illetve kitűnő tanuló, matematika és történelem tárgyból több alkalommal vett részt országos és megyei döntőkön. 2019-ben a Kunsztszövetség SZI írópályázatán országos első helyezést szerzett. 2018-ban a Duatlon Diák Olimpia döntőjében csapatával az országos 4. helyen végzett.
angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Rengeteg olyan dolgot, tudást kapott a Refitől, amit a későbbiekben hasznosítani tud. A Refitől igazából rengeteg olyan dolgot tanultam meg, hogy például olyan szituációba kerültem, ahol megtanultam végülis, hogy hogyan tudjam kezelni ezeket. Rengeteg tudást kaptam például, amiket remélem, hogy a későbbi tanulmányaim során fel tudok használni és alkalmazni tudok. Legjobban a történelmet szerette, ebből vett részt sok versenyen. És mivel a történelem a kedvenc tantárgyam, ezért nyilván elsősorban a történelem versenyeket szerettem a legjobban. Bár kicsi nehéz a tantárgy, meg rengeteg dolgot kérdezhetnek tényleg, de úgy gondolom, hogy az volt a kedvencem. Jó közösségi embernek tartja magát, akire mindig számíthatnak társai. Hogyha jobb jegyei vannak az embernek, akkor nyilván beleesik, hogy megkérdezik, hogy esetleg van-e házi feladat, amit így oda tudok-e nekik adni. Az érettségie úgy érzi, jól sikerült. Voltak olyan dolgok, amikor tényleg én is csak így pislogtam, hogy biztos, tanultunk róla, de összességében úgy érzem, hogy megoldható volt. Ő a jelenléti oktatást szerette jobban, a digitális nehezebben ment neki. Ott a szorgalmára és kitartására szüksége volt. Én azért eléggé úgy érzem, hogy tanári magyarázattal sokkal jobban mennek a dolgok. Nehéz volt szerintem, főleg azért, mert egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy így nem volt még ilyenben részünk előtte. Akkor a szorgalmadra szükség volt meg a kitartásodra, hiszen úgy tudom, hogy egész komoly pályát választasz. Igen, azért viszonylag komoly pályát választok, jogi pályát, de... De akkor tanultál rendesen. Hát igen, próbáltam betartani a határidőket nyilván, de nehéz, hogyha az ember otthon van, és akkor néha elcsábul. Jogi pályára készül Debrecenbe. Igazságügy, igazgatása megy. Elképzelhető, ha végez, egy ügyvédi irodában helyezkedik majd el. Árulta el terveit Maja. Hát Debrecenben szerintem majd egy magam fogok lakni, de próbálok keresni nyilván lakótársakat, meg új barátokat, új közösségbe beilleszkedni. Majd meglátjuk, hogy sikerül. És mi leszel, ha nagy leszel, mert a jogi pálya az azért nagyon sokrétű. Nos, mivel igazságügyi igazgatásra megyek, nincs konkrét tervem, de én úgy képzeltem el, hogy valamilyen ügyvédi irodában elhelyezkedni, mint egy ügyvéd jobbkeze. A szervezők tájékoztatják a tisztelt lakosságot, hogy a karcagi birkapörkölt napja programjai miatt útlezárásra kell számítani városunkban. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a karcagi birkapörkölt napja programja miatt 2021. június 26-án szombaton 6 órától 21 óráig a Dózsa-György út, Táncsics körút és Kóp üzlet sarka közé eső szakaszán teljes útlezárásra kerül sor. 6 órától 21 óráig a fenti útszakaszon, valamint a Kóp üzlet mögötti úton, a Dózsa-György út 3 szám alatt parkolni tilos. Kérjük megértésüket és együttműködésüket a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. A Nemzeti Tehetségprogram keretében Úton a digitalizált világ felé című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körült 17-es számú óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című NTP kötőjel OTKP kötőjel 20 kötőjel 0089 pályázati azonosító számon szereplő Úton a digitalizált világ felé elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1 és 2021. egy június 30-a között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17 óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 583 ezer forint. A pályázati programban az óvoda kreatív kuckó térbeli vizuális és a logi kuckó logikai matematikai tehetségműhelyei vehettek részt 18 gyermekkel, Nagy Tiborné és Kovácsné Cigle Erika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 30 órás program célja volt a gyermekek informatikai műveltségének megalapozása,
kulcskompetenciái kialakítása az innovatív műhely munkák során. A gyermeki kreativitásra építve tematikusan épültek egymásra a műhely munkák, mely alkalmak során az innovatív programok megvalósítása kihívás jelentettek a gyermekeknek, ösztönözte, próbára tette kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat fejlesztette, mélységben, tartalomban gazdagítottak. A két tehetségterület speciális szempontjából kiindulva projektmódszerrel dolgozta fel a programot. A két tehetségterület műhelyeibe járó gyermekek az együttes tevékenységek során ismereteikkel, képességeikkel kiegészítették egymást, összeadódtak értékeik. A gyermekek kalandozást tettek a síkban, térben, a fonalak, tükrök, a fény, árnyék, a formák az anyagok világába, a digitalizált világban mélyültek el. Az alkotások élmények megörökítése által ismerkedtek a fényképezőgéppel, okostelefonnal, beszélő kockával, a táblagéppel, a kép- és hangrögzítés videófelvételek módjával. Laptopon virtuális képgalériát tekintettek meg, logikai játékokat játszottak, Paint programban alkottak, közben weboldalakkal, technikai műveletekkel ismerkedve alkalmazóképes tudásuk mélyült. A szülők a közös műhely munkák során megtapasztalták a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződtek a tehetséggondozás iránt. Rubik kocka és kockajátékok interaktív informatikai eszközbemutatói színesítette a műhelymunkákat. Pincésné Sós Gyöngyi csipkeverő, kunhímző, népi iparművész együttműködésével a csipkeverés mesterségébe tekintettek be a gyermekek. Györfi Sándor Kossuth Díja szobrászművésznél tett műhelylátogatás hatására a gyermekek pozitív érzelmi viszonya erősödött a szobrászat iránt. A Karcagi SC, Varó István szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma informatikai tantermében a 3D nyomtatás izgalmas, digitális világával ismerkedtek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!